Több alkalommal foglalkoztunk már kerékpáros fejvédőkkel, és mivel fontosnak tartjuk ezt a témát, fogunk is még. És többek között a kaszkó fejvédőjéről is készítettünk már nem egy bemutató videót. Viszont talán sokan nem is tudjátok, nem csak kaszkó fejvédőt, hanem kaszkó sportszemüvegeket is lehet már találni a kerékpárboltokban. Nem mellesleg, ezek a szempák színben és dizájnban a legtöbb kaszkó fejvédőhöz passzolnak, és ez nem csupán a véletlen műve, hanem konkrétan ugyanazt a színkódot, vagy festéket, zsírkétát, vagy mit tudom én, mit használták a szemüvegeknél, mint amit a bukoknál is. Tehát, hogyha te is jobban érzed magad, hogyha harmonizálnak egymással a rajtad lévő cuccok, és van már, vagy tervezel egy kaszkó fejvédőt venni, akkor az a jó hírem van számodra, hogy megvan hozzá a tökéletesen passzoló sportszemüveged is. Ebből az új SX24 napszemüvegből szereztem a videóhoz most két példányt. Van ez a fekete, meg ez a kék, illetve van még itt egy SX61-es régebről is, csak hogy lássátok, hogy nagyjából hogyan is néznek ki a kaszkó sportszemüvegei. Úgy általában egyébként az a jellemző a kaszkó sportszemüvegekre, hogy úgynevezett aktív lifestyle szellemiségben készültek, vagyis divatos, szabadidős és sportszemüveg egyben. Vagyis ez így nem teljesen igaz, mert éppen tavaly fotózgattam az SX34-et, és az mondjuk vérbeli sportszemüveg. Na, de térjünk vissza az SX24-re, és a divatos, szabadidős és sportszemüveges egyben vonalra. Ennek a kategóriának egyértelműen az az értelme, hogy attól, hogy bringázunk, akár közlekedünk, akár túrázunk, még nem feltétlenül akarunk kizárólag és egyértelműen kerékpárosnak kinézni, meg aztán olyan szemüveget szeretnénk, amit hordhatunk a hétköznapokban, de hogyha aktívkodásra adjuk a fejünket, akkor is tudjuk használni. Ugyanez a kategória megvan például a kerékpáros ruházatnál is, hogy hétköznapi megjelenésű, de anyaga és szabása sporttevékenységekre is alkalmassá teszi. Na és valahogy így van ezzel az SX24 is. Tehát tökéletesen megállja a helyét, hogyha simán csak korzózni van kedvem egy kávézókkal tarkított sétálóutcán, de akkor se lesz kényelmetlen, hogyha egy kiadós bringázásra vagy akár egy túrázásra viszem magammal. Na de mitől lesz ilyen egy sportszemüveg? A hétköznapi használatra alkalmasságra rövidebb a válasz, egyszerűen a formája miatt. A sportolása alkalmassághoz viszont ennél több kell. Az első és legszembetűnőbb az extra nagy felületű, úgy mondják, hogy az egész arcot kitakaró forma. Bár mondjuk én az egész arcot kitakaró formánál inkább egy ilyenre gondolok. De maradjunk annyiban, hogy a lencse olyannyira nagy, hogy a látómezőnket minél kevésbé zavarja. Főleg bringázásnál nagyobb sebességnél fontos az, hogy minden részletet időben észleljünk, akár a perifériában is, de mondjuk egy panorámában gyönyörködős túra közben sem hátrány, hogyha az egész hegyet egyben tudjuk látni, a szemüvegkeretek belógása nélkül. Plusz, és talán ez ugyanolyan fontos, hogy a repkedő bogaraktól, vagy akár a nyár eleji virághullatáskor is védelmet nyújt a szemüveg. Az SX24-ben karbonik lencse van, ez amúgy egy a kaszkó által védett technológiát takar, ami egyrészt bírja a strapát, nem tud szilánkosra törni és ezáltal vágási sebeket okozni extrémebb orrabukás esetén, egyáltalán nem torzít és sokkal kontrasztosabban látunk benne, ami azért jó, mert segíti a gyors helyzetfelismerést, gyorsabban és pontosabban észrevesszük a különböző akadályokat az úton. A karbonik lencse további előnyei között szokták említeni, hogy ultra könnyű, egy átlagos műanyag szemüveg lencsénél 50%-kal könnyebb, víztaszító bevonata van és hát nyilván 100% UV-szűrős. Aztán, hogy mitől sportszemüveg még a sportszemüveg, az ornyereg állítható, ami azért jó, mert így pontosabban, nem pontosabban, tökéletesen tud illeszkedni az arcunkra, illetve egy úgynevezett flex fit keret és szár kombinációban csücsül a lencsénk, és ez a keret rugalmasan alkalmazkodik a fejformáthoz, és ezek miatt így összességében eléggé stabilan fennmarad a fejedel, még akkor is, hogyha akár futsz, vagy rázós terepen bringázol. Aktív tevékenység közben, amikor elkezdtünk párologtatni, vagyis közismertebb kifejezéssel izzadni, mint az állat, akkor szoktak a szemüvegek párásodni. Meg persze esős időjárásban. A párátlanításhoz a keretbe integrálták ezeket a légcsatornákat, végig a keret felső részének teljes szélességében. Ettől függetlenül még előfordulhat párásodás, hogyha megállsz egy kiadós, izzadós futás vagy bringázás közben, mert megállsz. Viszont miután újra elindulsz, akkor sokkal kevesebb időbe, sokkal rövidebb útba telik az, hogy teljesen kitisztuljon a kép. Ha és mindez nem győzött még meg, az SX24 mellé járó hordozótáska sem az a rideg anyagból készült fajta, hanem egy enyhén bolyhos valami, amivel tapasztalataim alapján egyébként sokkal hatékonyabban, meg persze kíméletesebben is lehet lencsét takarítani. Szóval ha másért nem, a hordozótatyér már megéri. Tehát összefoglalva, hogyha egy olyan napszemüveget keresel, amit hétköznapi utcai viseletként és sportolás közben is viselhetsz, akkor én az SX24-et ajánlom, érdemes felpróbálnod, és hogyha úgy érzed illik hozzád, akkor még azt az egyet csekkold le, hogy a sokféle változat közül színben melyik passzol legjobban a fejvédődhöz, mert hát ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy ez a legfontosabb.